Átadták Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ felújított épület együttesét. Az átadás után az iskola és a helyi önkormányzat vezetői a beruházás részleteiről és a tervekről beszéltek. És úgy hiszük, hogy itt az elkövetkezőkben majd jó szakembereket nevelhet a szakiskola és a szakközépiskola. Bizakodva nyilatkozott Gábor Rezső igazgató az iskola épületének átadásakor. A tanintézmény felújítása 2007-ben kezdődött a kampuszprogram keretében, ám két évvel később a beruházások pénzhiány miatt félbe maradtak, és csak 2014-ben sikerült forrásokat szerezni a folytatásra. Az építkezést a regionális operatív programban lehívott több mint 18 millió lejes támogatásból fejezhették be. Az átadáson Bokor Tibor polgármester a beruházás jelentőségét emelte ki. Azt hiszem, hogy a legfontosabb célja ennek a beruházásnak a szakoktatás minőségi javítása. Én azt hiszem, hogy a képzés másképp fog történni mindezek után a Gábor Áron Liceumban, és igazán a munkaerőpiac kutatás alapján fog történni a beiskolázás a következő tanévtől kezdődően. Az iskola 8 laboratóriummal és 2 kabinettel gazdagodott, 2 épületét egy 350 férőhelyes amfiteátrumos aula köti össze. Tágasabb lett a felvonóval ellátott bentlakás is, ahol 180-200 személy tudnak 5-6 férőhelyes lakrészekben elszállásolni. A bővítés során kialakított helyiségeket más tanintézmények, óvodák, általános iskolák és civil szervezetek is használhatják. A bútorzat nem szerepelt az eredeti tervben, erre a célra egy éven belül újabb pályázatot nyújtanak be.